Sziasztok és üdv újra a csatornán! A mai videó nem lesz más, mint egy teljes arcos, első benyomásos, nixes smink videó, amelyben ezt a sminket fogjuk elkészíteni, amit rajtam láthattok, és elmondom így az első benyomásos véleményemet az adott termékekről, mert hogy történt ugyanis, hogy itthon Instagramoztam el, voltam a kis szabad napomon, és egyszer csak a NYX Magyarország rám írt az Instagramon, hogy szeretnének nekem termékeket küldeni, és remélik, hogy valami majd elnyeri a tetszésemet. És csak hogy érezzétek, ez kívülről úgy zajlott, hogy kedves NYX Cosmetics csapatot, nagyon szépen köszönöm a megkeresést, megmondom őszintén, nagyon-nagyon meglepődtem, de köszönöm szépen a bizalmat, biztos, hogy találok új termékeket, amelyeket küldtek. Legbelül viszont ez úgy történt, hogy úgyhogy igen, egy kicsit izgatott vagyok, de el fogjuk készíteni ezt a sminket, úgyhogy ha kíváncsi vagy a termékekre, és hogy hogyan készül el az arcom, akkor ne kattints sehova. Szóval, történt ugyanis, hogy a NYX küldött nekem egy kisebb csomagot, és akartam csinálni emiatt egy ilyen első benyomásos teljes arcos, nixes sminket. És hát az van, hogy amit itt most bemutatok nektek, az csak a doboz tartalmának kb. A fele, mert nem fér bele minden egy teljes videóba, viszont vásároltam Black Friday-en egy keveset, és hogyha megérkezik a többi csomagom a kis rendelésén, akkor csinálok egy Black Friday-es haul videót, és abban be fogom nektek mutatni a maradék terméket, amit a NYX küldött, ami így a videón kívül még van. Igen, ez a terv. A másikat csinálok valami lila citromsárga sminket. Még nem vagyok felöltözve, mert még nem tudom, hogy mit is szeretnék. Attól, mert a NYX nekem ezt ingyen elküldte, nem fogok mindenről ódát zengeni, csak hogyha megérdemli az az adott termék. Ha valami nem tetszik, el fogom mondani, ha valami tetszik, azt is el fogom mondani. De én csak reménykedek abban, hogy sok minden tetszeni fog, mert nem szeretek termékekben csalódni. És mindezek mellett arra gondoltam, hogy van itt egy ilyen NYX Ultimate Brights paletta, amit én nagyon régóta szerettem volna megvenni. És hogy megnézzük, hogy is szuperál, az egyik szememen a NYX Jumbo szemszögzőt fogom használni milkárnyalatban, a másikon pedig egy simán korrektort, amivel leszoktam alapozni a szemhéjam, és megnézzük, hogy melyiken mutat jobban, fehér alappal, sima alappal, és meglátjuk, úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Én ezt nagyon szeretem használni, főleg pasztel árnyalatoknál, vagy ilyen nagyon neon, mondjuk ilyen pigmenteknél. Nagyon jól kihozza magát a színt. Úgyhogy én ezt a Jumbo szemszögzőt már réges-régóta ajánlom nektek, szerintem amióta én megvásároltam, mert nagyon-nagyon szeretem. A háttérben pedig a macska sír, mert nem engedem be ide a konyhába, mert egyszerűen kitúrja a virágföldet itt mellettem a cserepes virágból, és nem vagyok hajlandó még egyszer felporszívózni miatt a lakás. Ide pedig csak szimplán annyit, amennyit alapból is szoktam az Essence-es korrektorunkból. És valami citrom, lila, fuchsia, valami ilyen kombinációra vágyok. Először ezt a pinket fogom használni, és ezt fogom felvinni a mélyítő vonalba egy kisebb ecset segítségével. Ez a paletta főleg matt színeket tartalmaz, van egy-kettő színárnyalat benne, ami ilyen enyhén fényes, de inkább szatén, mint metál. Úgyhogy egyáltalán nem az az igazi folyékony metál, hanem egy kicsit ilyen csillámos, de szerintem, hogyha leütögetjük az ecsetről, akkor le fog jönni ez a csillám. Majd kíváncsi leszek a kékekre és a zöldekre, majd esetleg egy másik videóban. Nagyon sok mindent rendeltem Black Friday-kor, úgyhogy remélem időben megérkezik, mi hamarabb fel akarom tenni ezt a haul videót, mert nagyon jó dolgokat rendeltem, tényleg jó dolgokat, és szeretném nektek őket bemutatni, de szerintem december előtt biztos, hogy nem fog megérkezni, bár szerintem ez a videó is körülbelül december környékén lesz meg. De a december előtt nem is fog megérkezni, de remélhetőleg december első hetében már itt lesz minden, mert olyan izgatott vagyok. Ez egy nagyon szép ilyen
rágógumi rózsaszín, hogy úgy mondjam. Itt a sima korrektoros szemhéj alapon kicsit sötétebbnek tűnik, a fehér szemhéj alapon pedig sokkal inkább ilyen pasztellesebbnek, sokkal rágógumisabbnak. Ez az Orbit rágó jut róla az eszembe. De ennek tök jó színe van, és tök jó el dolgozni. Úgyhogy ez eddig tetszik. Viszont átváltok egy másik kisebb pufi ecsetre, és ezt a fuchsiás, lilás, se nem pink, se nem lila, se nem semmilyen színt fogom felvinni, mert ez az, ami leginkább most érdekel engem. És fel fogom vinni a külsővébe, és ide a mélytővonalam alá egy kicsit, hogy sötétítsek rajta. De ezen a NYX alapon nagyon jól mutat. Ez a rózsaszín nem porzott, ez a szín egy picit jobban porzik, de nem annyira, mint amennyire például a Makeup Revolution-ös matárnyalatok szoktak nálam porzani. Úgyhogy ez már egy jó előjel. De mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy márkánként és ugye formulánként változhatnak ugye a szemhéj púderek és a technika, amivel felaplikáljuk őket. Tehát például a Makeup Revolution-nál én már megszoktam, hogy először csak felpaskolom a színt, és utána óvatosan elkezdem eldolgozni, nem lehet már rögtön mondjuk körkörös mozdulatokkal eldolgozni. Itt úgy látom, hogy ez lehet ugyanúgy, ahogy mit tudom én. Az Anastasia Beverly Hills pigment palettáit is teljesen másképp kell kezelni, mint hogyha sima szemhéjpúder lenne. Ugye, hogy az Essence-es szemhéjpúderek például sokkal szárazabbak, azt tettem észre, és azt is teljesen máshogy kell felvinni, és máshogy kell őket kezelni, úgyhogy érdemes próbálgatni a különböző technikákat, hogyha elsőre valami nem usul el. Valamikor nekem is így rá kell érezni, hogy ezzel így nem jó, viszont em így sokkal jobban működik, meg van olyan, amikor mindenhogy rossz. Viszont akkor a külsővét sötétítsünk még egy kicsit ezzel a lilával, igen, ezt már megszocsoltam. Ez egy kicsit porzik, de ezt fogom használni, és egy ceruza ecset segítségével fogom felvinni a külsővébe. Még egy kicsit sötétebb legyen. Olyan igazi sötét színek, mint olyan fekete, sötét, barna nincsenek ebben a palettában. Van benne vörös, meg sötétebb kék, meg sötétebb zöld, de olyan igazi sötét, sötétítő színek nincsenek benne, ami engem amúgy nem zavar. Mert hogyha valakinek azért háromnál több szemhéjpuder palettája van, akkor biztos, hogy van már olyan palettája, amiben van egy fekete, vagy egy sötétbarna, vagy egy szürke, vagy valami olyan szín, amivel tud sötétíteni egy színes sminket, és ezért nem feltétlenül szükséges az, hogy minden egyes palettában legyen egy ilyen szín, de hogy látjátok, egy adott színárnyalatnak a legsötétebbje pont elég ahhoz, hogy sötét legyen, de még mindig színes maradjon, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Viszont szerintem észrevehető a különbség a két szemhéj alap közt, hogy ez sokkal vibrálóbb egy kicsit, itt pedig egy kicsit ilyen sötétebb. Nem sokkal, de ez egy kicsit például sötétlő és sokkal lilásabb, mert tűnik itt egy kicsit olyan szürkésebb. A rózsaszín is sokkal ilyen neonabb rózsaszín, itt pedig rózsaszín. De ettől függetlenül sima alapon is tök jól mutat. Azt fogom csinálni, hogy fogom ezt a pasztell lilaszín, és ezt fogom ide felvinni a szemhéjamra. És majd a belső szemzőbe teszek citromsárgát. Kíváncsi vagyok, hogy újjal ezek a pasztell színek hogy működnek. Ez egy ilyen kicsit koszos szürkés lila. De szépen újjal fel tudom paskolni. Viszont most félretesszük egy kicsit ezt a palettát, és rátérünk az arcra, mert itt is van egy jó pár újdonság, amit ki akarok próbálni. Kezdjük az alapozóval, ez nem lesz újdonság, ez a NYX HD alapozója, nekem a nude árnyalatban van meg. Ez az, amit a kedves eladóhölgy nekem ajánlott, és a tökéletes téli arcszínem. Nagyon-nagyon szeretem használni. Hát nincsen mások benne hátra, úgyhogy majd pótolnom kell idővel, de egy nagyon szép fedés biztosít, anélkül, hogy ilyen nagyon durván mat lenne az arcom. Most egy kicsit még világos nekem, de ezen majd alakítunk idővel, de amikor teljesen elmúlik a nyári
lebarnultságom, még hogyha az minimális is, akkor tökéletesen passzol a bőrömhöz. Én ezt nagyon-nagyon szeretem. Korrektornak, hát kaptam egy ilyen korrektor palettát, korrektor kontúr palettát, viszont ez most télre sötét. Egy kicsit. Ez lesz majd nekem a jó árnyalat, de egy kicsit sötét, viszont kontúrozni akarok vele. Tudom, sokkoló. Nem szoktam kontúrozni, de most a videó kedvéért nagyon kíváncsi vagyok, mert egy kicsit félek ettől a palettától. De előtte használni fogom az Essence Camouflage korrektorát, és hát akkor jön ez az ominózus kontúrpaletta. Ami miatt félek tőle, az az, hogy ezt sose próbáltam, és amikor régen ilyen hasonló kiszerelésű kontúrokat próbáltam, meg korrektort, még anno, amikor nagyon ment ez a színkorrekció, akkor nagyon rossz ilyen termékeket választottam, és nagyon-nagyon nem tetszett. De a videó kedvéért kíváncsi vagyok, és arra gondoltam, hogy ez a szín árnyalat szerintem a legideálisabb hozzá. Ez egy ilyen krémes dolog. Annyira nem szoktam, hogy azt sem tudom, hogy hova kell egyáltalán. Mondjuk. És eldolgozom. Beauty Blenderrel. Igazából én ilyen krémes kontúr csak és kizárólag azért akartam venni, mert hogyha mondjuk cosplayezek, vagy olyan jellegű arcfestést csinálok, amihez jó, hogyha van, akkor jó, hogyha van. De alapból nem nagyon szoktam kontúrozni, az én kerek fejemet teljesen felesleges. De nézzük meg! Tudom, nem vagyok pro kontúrozásban, úgyhogy nyugodtan lehet mondani, hogy rosszul csinálom, mert én is tudom. De az ember próbálkozik. Az az árnyalat, ami kifejezetten jó. A sárga szín az remek az ilyen lila árnyalatok elfedésére, az a lazac szín pedig szintén mondjuk ilyen szem alatti sötét karikák elfedésére kiváló. Azt majd ki fogom próbálni, csak mondom, most túl sötét, de mondjuk tavasszal már nagyon jó lesz. De megmondom őszintén, annyira nem tetszik ez a termék. Nekem túl sűrű, olyan túl vaxos, a jó szóra, olyan kicsit olyan túl nem olyan krémes és ilyen lágy, hanem nekem egy kicsit sűrű. Úgyhogy ezt maximum tényleg csak ilyen... Wow! Cosplay-es, meg arcfestős dolgokhoz fogom használni. Mondom, majd még a szemem alá ki fogom próbálni mondjuk ezt a lazac színűt, amikor majd ilyen álmatlan éjszakaim lesznek, és úgy fog kinézni, mint egy hulla. De... ez a termék nekem annyira nem... nem jön be. Bár hogyha egy kicsit szürkésebb lenne, nem ennyire barnás, akkor szerintem jobb lenne maga a szín. Ez több szín árnyalatban is kapható. Ez azt hiszem a középső, mert ennél van világosabb, meg van egy egyel sötétebb is. Arra jó volt, hogy ne legyen ilyen túl fehér az alapozón. Ugye egy kicsit adtunk neki szín, de nem. Természetesen még próbálgatni fogom, mert amúgy érdekel egy kicsit a dolog, de maga a textúrája nekem túl sűrű, tehát ilyen nagyon ilyen... Tudjátok, amikor egy krém így megdermed, mint a olyan, mint a vaj, mint ezek a sütő margarinna, pont olyan, mint amikor kiveszed, és ilyen sűrű. Nekem az jut túl eszembe, ez annyira nem tetszik. Hogy mondjam, de mondom, ezt a sárgát, meg ezt a lazacot, ez még érdekel. Még nyáron ez korrektornak jó lehet, de nekem annyira nem jön be ez a termék. Ennél vannak jobb kontúros, meg krém kontúros dolgok, meg én nem szeretem az ilyen palettákat, amiben egybe van kontúr, meg színkorrekció, meg korrektor, mert ez hiába lett nagyjából eltalálva, ebből a hat színből ezt
Biztos, hogy nem hol. Maximum nyáron, hogyha le vagyok banulva, de ez megint, ez nekem túl rózsaszín, én inkább vagyok így ez az árnyalatsor, inkább vagyok ilyen sárgás neutrális, mint ez a rózsaszínes beütésű, szóval annyira nem fogom sajnos tudni kihasználni, de arra jó lesz, hogy tényleg ilyen cosplay sminkekhez, amikor át kell alakítani az arcom, ahhoz jó lesz, de alapból ezt a terméket én így nem. Ezek után térjünk is a púderre, ami nem lesz más, mint az HD púdere. Ó! Ezt csak most vettem észre, hogy ez a... Azt hittem átlátszó, de nem, mert ez a mint green árnyalat. Ez akkor most ilyen... Figyelj! Felvisszük. Felvisszük, megnézzük. Azt hittem, hogy ilyen átlátszó púder. Vagy ez egy kőpúder. Nem olyan rég készítettem egy videót olyan sminktermékekről, amiket nem akarok megvásárolni. Köztük volt a kőpúder is. De ez nem az én pénzemből van. Úgyhogy kipróbáljuk. Kíváncsi vagyok, mert mondom, az alapozója az nagyon jó. De nem gondoltam volna, hogy ez nem átlátszó, csak pont megláttam a hátulján, hogy mint green, de nem úgy tűnik, mint ami olyan hú, de nagyon zöld lenne amúgy. Itt szépen haloványom, felviszem mindenhova. Amúgy teljesen kellemes, nagyon, nagyon ilyen vékony húder. És mondom, nem jön át egyáltalán ez a zöld tónusa neki, szóval nem kell annyira megijedni. Ez elvileg egy ilyen ásványi alapú kőpuder, ennél többet nem tudok róla. Így első ránézésre amúgy teljesen korrekt, majd a nap végén úgy is megnézzük, hogy mi fog történni, mennyire fog belülni a ráncaimba, mennyire lesz ilyen-olyan-olyan. De majd, mint ahogy mindig, egy ilyen első benyomásos videónál az infoboxban találtok róla egy kis leírást, hogy mit tapasztaltam. Szemöldök termékem és pirosítóm nincsen, úgyhogy fel fogok vinni egy rózsaszín pirosítót meg a szemöldökömet, és utána folytatjuk is az arcunkat. És jött az arcunk utolsó fázis a highlighter, amihez a NYX Duo Chromatic Highlighterét fogom használni, Twilight Tint árnyalatban. Őt én vásároltam a saját kis pénzemen, nagyon szeretem, szerintem a tavalyi évi kedvences videóban is szerepelt, és a kedvenc NYX termékeim kategóriában is szerepelt. Nagyon-nagyon tetszik, egy ilyen kékes, irizáló fénye van, és fel lehet vinni haloványon is, és fel lehet vinni nagyon erősen, szinte már ilyen angyali fényt tud adni az arcodnak, úgyhogy nagyon-nagyon jól mutat, főleg képeken, hogy így direkt világításban van. Én nagyon-nagyon szeretem használni, most nem feltétlenül ez a sminkhez, nem mondom, de ez az egy NYX-es highlighterem van, úgyhogy ezt ki akartam próbálni. Nos, akkor térjünk vissza a szemünkre, és fejezzük is azt be. Az alsó szempillas sorra ezt a magentás árnyalatot fogom használni, és a külső V-be pedig alulra szintén ezt a sötét lilát fogom használni, hogy összekössem a kettőt, semmi extra különöset nem fogok igazából csinálni. És hogyha kérdezitek, hogy Móni mégis hol lesz a sárga, akkor én úgy gondoltam, hogy a belső szemszögbe fogom egyrészt feltenni, és azon a szemben, ahol a jumbo szemszögzetet használtunk, fel fogom vinni a belső szemszögbe is, a másikat viszont nem. Mert itt az alsó sarokban egy ilyen nagyon szép, én ezt neonpasztelnek hívom, citromsárga, ami nagyon világos, de mégis nagyon élénk, és ezt fogom felvinni a belső szemzugba, és meglátjuk, hogy alappal vagy alap nélkül hogy működik igazán. Ezzel az alappal azért elég vagesszul néz ki, de nézzük meg alap nélkül. Alap nélkül sokkal visszafogottabb, inkább van egy ilyen pasztelles beütésre, viszont tök jó lehet építgetni. Alappal viszont sokkal erőteljesebb, sokkal jobban átjön ez a citromsárga. És igazából a szemhéj puder palettára ennyit. Jöjjenek a kiegészítő termékek. Van itt nálam egy NYX Epic Wear szemceruza sárga árnyalatban. Ennek a pontos neve a Cosmic Yellow,
és ezt fogom felvinni az alsó vízvonalra, és meglátjuk, hogy mennyire lesz sárga. Küldtek nekem még vagy 6 másik szín, de erre voltam leginkább kíváncsi, mert egy sárga szemceluzán van, ami hát azért nem a legjobb minőség. Az én alsó vízvonalam nagyon, hát ilyen kis fifikás, mert nagyon könnyen bekönnyezek, és nagyon nehéz rá bármilyen terméket felvinni, úgyhogy meg is tapadjon. Viszont ez tök jól látszik. Kíváncsi vagyok, hogy napközben mit fog csinálni, most körülbelül dél van, ahogy ezt a videót felveszem. De tökre jól látszik, jó színe van, és nem sírok tőle, ami nagyon-nagyon fontos. Pont annyira krémes, hogy fel lehessen vinni, de annyira nem túlzóan krémes, hogy elkezdjen ide kifolyni. De baromi jó színe van. Igazi citromsárga színe van, nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Nem tudom, ez vízálló vajon? Ez nincsen ráírva. De ez nagyon jól lesz ki, és ez egy faragható fajta, tehát nem tekerős, nem faragós, de pont annyira jó, hogy ne sírjak tőle, de hogy fennmaradjon. Ennek most nagyon-nagyon-nagyon örülök. Viszont csináljunk egy cicaszemet is, amihez a NYX Epic Ink Linerét fogom használni. Filces szemhétús. És... nagyon jó kis vékonyan fog, tetszik. És meglátjuk, hogy mennyire fekete, és hogy mennyire fog átmenni ezeken a színeken. Egy kicsit vastagabb cicaszemet akartam kreálni, de atya világ, szinte tűhegyes, nagyon vékony, nagyon precíz vonalakat tudtam vele kreálni, és egyáltalán nem folyik el. Kicsit el vagyok szokva a filces szemhétustól, de nagyon könnyű használni, nagyon jó a kézre, tényleg olyan, mint egy toll. Nagyon jó vele dolgozni. El is kíváncsi vagyok, hogy vajon meddig marad így, esetleg megtöredezik-e. De feketének elég fekete. És egy jó kis precíz túlsonokat tudok vele húzni. És ami a legjobb, hogy úgy látom, hogy ide a másik szememre is szépen fér az anyagból. Volt olyan szemhéjtusom, az egyik szememre gyönyörűen feketével meghúztam a tust, és így elfogyott. És a másik szememben már nem volt, ennek kicsit fel kellett rázni, meg egy kicsit fejjel lefele kellett tartani ahhoz, hogy menjen bele festék. Nagyon idegesítő, nem szeretem az olyat. De itt úgy látom, hogy szépen van benne elég festék ahhoz, hogy rendesen egy cica szemet mindkét szemedre meg tudja húzni, anélkül, hogy itt rázogatni kellene, meg bármi egyébet csinálni. A belső szemzóba is húztam egy ilyen meghosszabbítását a cica szemnek, mert kíváncsi voltam, és tényleg nagyon precízen oda tudtam nyúlni. Egyáltalán nem bénáztam el, nem húztam plusz vonalakat, nem mentem ki az általam meghúzott vonalba. Úristen, ennek most nagyon-nagyon örülök, ez egy nagyon-nagyon jó szemhétus. Eleddig. Úgyhogy tök jó fekete. Szerintem a másik dolog, ami miatt sárgát akartam használni, az nem lesz más, mint a szintén az Epic Wear folyékony szemhétusa citromsárgányadban, ami elvileg egy ilyen szemre, testre, mindenre használható folyékony szemhétus. Valaki a NYX-nél csillagos ötösre elvégezte a házi feladatot, mert nem csak arról beszéltem a legutóbbi videómmal, hogy szeretnék venni valami kontúrterméket, de régóta szerettem volna ezt a színes palettát megvenni, és nagyon régóta szerettem volna egy jó sárga szemhétust is vásárolni. Volt a NYX-nek a Vivid Brights szemhétus vonala, ami már nincsen sajnos, pedig imádtam. Nagyon jó minőségűek voltak, de a sárgája nagyon rossz volt. Megszáradt is, összetöredezett, úgyhogy emiatt nagyon-nagyon kíváncsi vagyok most. Ez viszont nem filces, hanem ecsetes szemhétus. Ilyen kis vékony kis ecsetje van, és gyakorlatilag ugyanolyan árnyalatú, mint a szemceruzánk. Talán egy picikét világosabb. Mindig a legnagyobb probléma az, hogy az ilyen citromsárgákhoz ugye fehéret kevernek, hogy világos legyen. Viszont a fehér miatt sokkal szárazabb is lehet, és pont emiatt vagyok rá kíváncsi. Csinálunk ide a mélyítővonal fölé egy cicaszemet, és megnézzük, hogy mit tudunk vele csinálni. Maximum elrontom az egészet, de egy a fene.
Még nem gőzött meg. Kicsit hagyom, hogy megszáradjon. Kicsit olyan fura maga a termék. Olyan, kicsit olyan, nem az, hogy nyúlós, de fura egy kicsit. Szépvilágos, tehát tökre látszik. Az ecsetet könnyű voltam úgy használni, szépen precízen tudtam vele dolgozni. De még nem győzött meg. Még annyira nem győzött meg, majd még próbálgatni fogom. Vettem más sárga szemhétust, mert kíváncsi voltam. És majd azzal össze fogom hasonlítani. Lesz köztük különbség, ezt már előre tudom. De kíváncsi voltam erre, mert meglepődtem, amikor megláttam. Kicsit hagyni kell, hogy száradjon. Nem szárad meg azonnal. Az utolsó előtti termékünk a Word the Hype szempillaspirál lesz. NYX-es szempillaspirálokat még szerintem soha nem próbáltam, és szerencsére nem műanyag kefés, mert azt nem szeretem. Most ezt fogjuk szépen felvinni. És megnézzük, mit tud. Híresen szeretem az Essence szempillaspirálokat, mert olcsó és nagyon-nagyon jó minőségűek. Úgyhogy én azokhoz szoktam hasonlítani. Szinte minden új szempillaspirált, amit kipróbálok. Most csak így az egyik szememre vittem föl. Én őt egy közepesre értékelem, így első benyomásra. Nem életem szempillaspirálja, nem az, amire azt mondom, hogy oké, eldobom az összes többit, és csak ezt fogom használni, de nem is annyira rossz, hogy soha többet ne vegyem elő. Ez számomra egy átlagos szempillaspirál. Nem is tudom, mit ígér amúgy. Hosszabbítja a szempillákat, és sűrűbbnek mutatja őket. Hosszabbítani hosszabbít, az biztos. Az, hogy sűrűbbnek és többnek látszik tőle, hát ez annyira nekem nem tűnik fel. És jön az utolsó termékünk, ami a rúzs lesz. Ez pedig nem más, mint a... Megkeresem, hogy pontosan mi a neve ennek a rúzsnak, de szerintem ez a Shutout Loud Satén rúzsa lesz. Leszettem a címkét, és elfelejtettem, hogy mi. És két árnyalatot kaptam, viszont én most az Emotion nevezetűt fogom használni, ami egy ilyen lilás rúzsaszín, nem véletlen, hogy ilyen színt választottam a kis palettámon is. És ilyen nagyon cuki kis szívecske minta van magán a rúzsan, és a tetején is van egy ilyen színes szívecske, ami tökéletesen passzol a rúzs színéhez, ezért, hogyha beleállítod a kis rúzstartódban, akkor ha ránézel, akkor pontosan tudod, hogy milyen árnyat van ott, és nem az alján van, ami nagyon jó dolog. Most ezt fogjuk felvinni. Nagyon intenzív a pigmentáltsága. Már az első húzásra is látszott, hogy elképesztően intenzív. Egy ilyen sima egyszerű tényleg kis tartóban érkezik, és teljesen megfelel annak a színnek, ami a tubuson van, tehát egyetlen nem félrevezető. Tök jól mutat ez a sminkhez amúgy, és egy ilyen, tényleg egy ilyen szatén, tehát van egy enyhe fénye, nem egy ilyen 100%-osan full matt, de közben nem fogja kiszárítani a szádat. Hát egyáltalán nem kiss proof, mert ez át fog jönni, viszont ettől függetlenül látjátok, nem tűnt el a számról, tehát hogy pigment az maradni fog rajta, viszont nem egy olyan dolog, ami valószínűleg túléli az intenzív evést, ivást. Tehát valószínűleg egy 8 órás beszédet, egy kis ivást túlél, de mondjuk egy, nem tudom, karácsonyi pacal pörköltet, meg két bagelit már valószínűleg nem fog túlélni, ahogy egy csókolózás sem, de arra pont jó, hogy ne szárítsa ki a szádat, de mégis valami intenzív szín legyen a szádon, és nagyon-nagyon tetszik. Nagyon-nagyon jó színe van. Kicsit sárgítja a fogat, erre érdemes figyelni. Úgyhogy igazából el is készült az első benyomásos smink videónk. Nézzük is meg, hogy mely termékek tetszettek nekem leginkább, és mi az, ami nem így összefoglalóként. Ez a rúzs nagyon tetszik, biztos, hogy fogom használni. Most megint szeretem az ilyen szatén típusú rúzsokat, rengeteg színben kaphattuk, úgyhogy érdemes ránézni, hogyha tetszik nektek. Eddig ez a szemhéj puder paletta rendben volt, ezt a pár színt használtuk, de majd más videóban ki fogom próbálni, mondom, főleg ezekre a kékekre, zöldekre vagyok nagyon kíváncsi. De amit eddig használtam belőle, az tetszett, viszont nekem bejött a NYX-es
fehér alappal, sokkal jobban mutat, sokkal intenzívebb a szín. Nem egy túl pigmentált termékről van szó, viszont nem is egy ilyen Essence Catrice olcsó palettás minőségű, tehát annál sokkal jobb. Úgyhogy eddig ezek lesznekkel meg vagyok elégedve. Nagyon tetszik, nagyon fog, nagyon látványos, ugyanúgy, ahogy a fekete folyékony szemhétus is nagyon látványos, és nagyon szép, és nagyon precíz, és nagyon tetszik. Ez fura, hogy zöld. De nem látszik az arcomon, hogy zöld. Úgyhogy még próbálgatni fogom, mert nagyon kíváncsi vagyok, de én nem látom magamon, hogy zöld. Hogyha eltekintünk a színétől, akkor meg púdernek teljesen korrekt, tehát hogy egyáltalán nem egy ilyen durva, kemény valami, ami rá van épül, ami rá van épülve az arcomra, hanem sokkal kellemesebb. Nem tetszik, bocsi. Közepes. Kap egy 3-ast. Még mindig azt mondom, hogy egy Essence-es szempillós mirál még mindig olcsóbb és jobb. Nem rossz, tehát nem a legrosszabb szempillós mirál, amit valaha próbáltam, mert azt a kategóriát már más termék elnyerte, de nem is egy nem méltó a nevéhez, inkább így mondanám, nem worth the hype. Annyira azért nem jó. Ez a sárgával még hadilábon állok. Sőt, nem állok most már hadilábon. Kicsit gyűrűdik a szemhéjamon, de azért nap végére kíváncsi leszek. Ő még olyan nem tudom típusú, mert tényleg keresem a sárga szemhétust, és ez még nem biztos, hogy az. Nem tudom, mennyire látjátok, hogy egy kicsit ott gyűrődik a szemhéjamon. Majd ki fogom próbálni rendes cica szemként, amikor nem a mélyítő vonalba teszem föl. Lehet, hogy az a probléma, mert nekem a túl sok a bőr, meg a ránc, és lehet, hogy az a gond, de dővelem még hadilában állok. És úgy mondtam, hogy ezeken kívül még van egy csomó olyan termék, amit nem próbáltam ki, amit majd más videóban szépen így be fogok csúsztatni, ilyen első benyomásos videóban. Úgyhogy igazából ennyi volt már ez a mai videó. Írjátok meg a véleményeteket odalent, hogy tetszik ez a smink, vagy hogy az itt kipróbált termékekből nektek megvan-e valami, és miről a véleményetek tetszik, avagy sem. Úgyhogy ennyi volt már ez a mai videó. Ha tetszett, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogy le ne maradj a többiről, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!